Közös érdek, hogy minél több nő dolgozhasson Magyarországon, hiszen ez is hozzájárul a magyar családok biztonságához. Ezzel a gondolattal nyitotta meg a konferenciát dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő. Hozzátette, 2012-ben 60 ezerrel több nő állhatott munkába, mint korábban. A konferencia fővédnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt. Levelét Ékes Ilona országgyűlési képviselő tolmácsolta a megjelenteknek. A miniszter szerint a kormány utóbbi 3 éves munkájának eredményeként jelentősen javult a nők foglalkoztatottsága hazánkban. Próbálunk mi is segíteni információkkal, illetve hát a kormányba a döntéshozók figyelmét fölhívni arra, hogy nagyon fontos a rugalmas munka lehetőség. Szalai Piroska a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kiemelte, az Európai Unió statisztikai hivatalának legfrissebb adatai szerint az uniós átlaghoz képest több magyar nő tölt be vezető pozíciót munkahelyén. Magyarország a második legjobb mutatókat mutatja, nálunk a vezetői munkaköröket betöltők közül 41% nő. Az Európai Unió átlaga 33%, nálunk csak Lettország jobb. A konferencia sorozat anyagából egy kétnyelvű kiadvány készül, ezt a tervek szerint áprilisban Brüsszelben is bemutatják.